Sziasztok, Cserti Szanna vagyok, üdv a Kívül Belül Boldogság csatornáján. Ma a karácsonyra fogunk készülődni. A férjem, hogyha már régóta követtek akár Instagramon, akár itt YouTube-on is, tudhatjátok, hogy a férjem kizárólag 24-én engedi feldíszíteni a karácsonyfát. Bocsánat, engedi a Jézuskának, hogy hozza a karácsonyfát, vagy a Mikulásnak, vagy bármilyen lény is hozza nektek a karácsonyfát. Viszont én nekem már egész decemberben nagyon karácsonyi hangulatom van, úgyhogy most megtaláltam remélhetőleg azt a kiskaput, amivel az egész lakást fel tudom díszíteni a karácsonyfa kivételével. Láthatjátok, hogy például itt mögöttem letisztítottam ezt a 2-3 polcszerűséget. Itt fogjuk kialakítani a kávézós, forró csokizós sarkot, tehát ez a DIY karácsonyi édesség sarok lesz itt. Megmondom őszintén, szerintem egy kicsit túllőttem a célon, de először csinálok ilyen dedikált karácsonyi sarkot, úgyhogy majd lesz, ami lesz, de itt mindenképpen a karácsonyi sarok lesz. A videó a Csibóval közösen készült el, úgyhogy a videó során láthattok majd a Csibótól termékeket, amik remélhetőleg nem csak a karácsony során, hanem egész évben kiszolgálja majd a háztartásotokat. Ezt a karácsonyi sarkot próbáltam úgy kialakítani, hogy alul legyenek azok a dolgok, amiket mondjuk kisfiam elérhet, amik inkább érdeklik a kisfiamat, vagy pedig tényleg nem probléma, hogyha hozzányúl. Ugye láthatjátok, hogy itt van ez a piros kis sütisdoboz, ez minden évben van a Csibónál, szerintem ezt 3-4 éve vehettük még régebben. Ugye mellette láthatjátok az oxótárolókat, ebbe raktam most egy kis sütit, hogyha teázni vagy forró csokizni szeretnénk. Mellette vannak a Csibótól a csillagos tányérok. Ezeket pont azért raktam ide, mert nagyon sokszor az van, hogy kiveszünk egy mézes kalácsot, és akkor utána szétmorzsázzuk az egészet. Így kiveszünk egy mézes kalácsot, rátesszük a tányérokra, és tányérral együtt fogjuk bevinni az étkezőbe, vagy esetleg a nappaliba, és úgy esszük meg. Hogyha egy szinten feljebb megyünk, akkor itt van ez a csoda kis gyöngy. Direkt a zsúfoltság mentem. Itt a kétszintes tálalódeszka alján van ugye csoki, van szíveskés cukor, meg van M&M's is. Hogyha vacsorázunk, vagy hogyha szükségünk lesz rá, akkor csak megfogjuk, és oda visszük majd az étkező asztalhoz. Ezt a 4 üveg tálacskát igazából pudingra vagy szószokra is simán fel lehet használni. Cukorka tárolására kifejezetten alkalmas, és mivel átlátszik, ezért nagyon-nagyon szép színes lesz tőle az egész kis szett. A pezsgős poharakban pedig nem feltétlenül lesznek hosszú ideig ezek a nyalókák és a cukorkák. Mint már tudhatjátok, hogyha Instagramon követtek, hogy az egyik házasságkötésünk alkalmával kapott pezsgős poharat sajnos eltörtem a kettőből, és ezek így a helyükbe léphetnek. Szeretném kialakítani most azt a szokást így decemberben, hogy amikor a mesét olvasom a kisfiamnak, akkor előtte vagy közben kakaózunk. Azért is raktam ki az oxótárolóban a kakaóport, hogy lássuk, hogy elérhető legyen, és minden este ugye felhasználjuk. Nem tagadom, hogy édességek tekintetében nem estem túlzásba. Elfogadom, hogy ez azért egy kicsit sok, és hogyha mondjuk ezt a kisfiam enné meg egymagában, akkor valószínű cukorbeteg lenned. Minden esetre úgy voltam vele, hogy egyszer kipróbálom, és hogyha tetszik, akkor jövőre kicsit mértékletesebben fogok válogatni az édességek tekintetében, azonban úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült,
én valami ilyesmire gondoltam. Amikor vásároltam, akkor úgy gondoltam, hogy fú, még ez is elfér, ez is elfér, ez is elfér, és amikor itt szembesültem vele, hogy valójában mennyi hely is van, akkor ugye látjátok, hogy egy kicsit megnyúlt annak a lehetősége, hogy hova is pakoltam a karácsonyi cuccokat. Remélem, hogy a kisfiamnak és a férjemnek is tetszeni fog. Ugye, hogyha a nappaliban vagyunk, ahol a legtöbbet szoktuk lenni a háztartásban, akkor kapásból ezt a sarkot látjuk, hogyha felkapcsoljuk a fényeket, akkor hangulatos lesz. Külön köszönet a Csibónak az együttműködését, szerintem megint remek termékeket hoztak be a webáruházba. Ugye tudni kell a Csibóról azt, hogy folyamatosan változtatja a kínálatát. Tehát nincsen az, hogy még gondolkodsz rajta hetekig, és majd esetleg megveszed. Hogyha tetszik egy termék, akkor azonnal menni kell az infoboxba, a leírásban ott lesz a link, és meg kell keresni az adott terméket, mert amint ugye kifut a termék, nem lesz többet a webáruházba. Úgyhogy ezért ugye folyamatosan tudnak új dolgokat behozni a webáruházba, mivel csak időszakosan hozzák be. Ezek a termékek pedig kifejezetten azért is nagyon hasznosak, mert megvan bennük ez az ünneplős hangulat, ez a kicsit magasztosabb hangvétel, azonban nem feltétlenül csak karácsonyra fókuszáltan tudod ezeket használni. Szóval én például bármikor tudok inni egy csillagos pezsgős pohárból, vagy pedig egy tálalót, ami kétszintes, bármikor lehet használni, tavasszal, ősszel, nyáron. Nyáron a buli szezonban, de akár télen is, hogyha jönnek vendégek, akkor ez is egy kifejezetten jó lehetőség arra, hogy tálalj és minimális energiabefektetés mellett nagyon-nagyon ünneplősre fogd a hangulatot, hogyha jönnek hozzátok vendégek. Remélhetőleg egy kis inspirációt kaptatok ahhoz, hogy ti is elkezdjetek karácsonyra felkészülni, dekorálni, és hogyha szeretnétek, akkor egy ilyen kávézós, forró csokizós, teázós sarkot, polcrendszert kialakítani. Ha pedig kíváncsiak vagytok arra, hogy a kisfiam és a férjem hogyan reagált erre a kis sarokra, akkor mindenképpen kövessetek be Instagramon, hiszen az Instagram sztorikban szoktam megosztani ehhez hasonlókat. Ha pedig újak voltatok a Kívül Belül Boldogság csatornáján, akkor itt feliratkozhattok, hogy megkezdjétek az utazást egy rendezettebb otthon és egy boldogabb élet felé. Jó készülődést és békés karácsonyi ünnepeket kívánok! Sziasztok!